Sziasztok, üdvözlöm titeket egy újabb videóban. Zagyvadékosan gyűltünk össze itt egy páron. Sziasztok, vagyunk itt egy páron. Ugye, össze is azért külön köszönet Márknak az autós fuvarért, hogy idáig elhozott minket. És egyébként itt van szembe, ez a balonfi, hát illetve már nem balonfi feldolgozó, de az volt valamikor. Ennek az iparvágányát fogjuk most bejárni. Egyébként Marci is itt van, csak itt elbújt a másik oldalt, és itt ment a vágány, az még látszik a... Meg majd kicsit közelebb megyünk és megnézzük, hogy az aszfaltban ott mi maradt meg sim, mert megkerült itt az egészet. És ott valahol hátul, ott annál a toronynál, nem ott csatlakozott be. Hát igen. Az iparvágány kapuját valószínűleg meg fogjuk találni, viszont a vágányt az 2007-ben felszedték. Egyébként az üzem az aztán 2003-ban zárt be, jól emlékszem. Hát ugye a rendszerváltás előtt ugye az egyik legnagyobb volumenű üzem volt, Közép-Európa legnagyobb, legmodernebb üzeme volt. Olyan szinten, hogy a megnyitóra egyébként a libiai diktátor... Ja, igen, azt mondtad, hogy... Ugye a rendszerváltás, hát akkor ugye erre az üzemre is kitette a hatását, csak ugye volt még egy kifutás ideje. Tehát minden ilyen cég, nagy volumenű cég azért tartott még a 90-es évekig, illetve a 2000-es évek elég, mert ugye ez a bizonyos kifutási idő, meg ugye próbálták újjáéleszteni, vállalkozók települtek ide. Tehát 2003-ig azért húzta. Igen. Igazából a sínből pedig annyi maradt, amit az útátjáróban van. A többiről meg nem tudunk. Hát igen, ezt, hát de ez, igen, mert szervezett bontás volt, tehát igen. Itt felszedték az egészet. Igen. 2007-ben. Hát hogyha más nem, akkor kutyák azok vannak. Ja. Hát ölkutyák, tehát itt gondolom több kisebb cégnek a telephelyen most általában a legtöbb ilyen. A nagy üzemnek ez lett a sorsa, miután bezárt, hogy bélbe adják, aztán kisebb cégek. Ők viszont nem termelnek olyan volumenben, hogy érdemes ilyen vasúton szállítani. Akkor egy kicsit közelebb megyünk, megnézzük ott még a vágányt, ameddig lehetséges. Itt errefele folytatódott még a vágány. Itt a nyomvonal az valamilyen látszik, és itt az épületet kerülte meg, és valahol ott hátul csatlakozott be. Egy íves. Igen. És itt még vannak sinek. Ennyi maradt meg, hát az aszfaltból nehéz lett volna kiszedni, inkább benne hagyták. Még nekem van az egy sonda gyanúm, hogy az igen. Majd a 32-esen igen, átmegy a sín, vagy amikor átment a sín. Ja. Valószínűleg csak ráaszfaltoztak, igen, az egyébként szokás, hogy csak ráaszfaltoznak, mert bacerásabb kiszedni, mint ráaszfaltozni. Pontosan. Az a legtöbb helyen így van, kisvasutakat is lehet így találni, több helyen is láttam már, hogy már tüdetezett annyira az aszfalt, hogy kilátszik a sín. Most nem fogjuk felbontani a 32-eset, de... Hát nem, mert... Szerintem elhiszedek. Hát hoztál volna egy légkalapácsot, akkor én megcsináltam volna. Hát a Márkos kocsijában majd azt megnézzük. Hát ennyi biztos megmaradt a vágányból. Egy-két bazaltkő. Ugye hát a felépítményt azt ilyenkor el szokták bontani, ugye az aljakat meg a síneket, de az ágyazatot azt nem sikerül mindig maradéktalanul. De egyébként most pont itt sétálok a vágányi tengelybe. És itt volt egy váltó is valahol, ami kiágazott, tehát igen, ott. Tehát valószínűleg még itt is volt valahol egy becsatlakozása az iparvágánynak, majd... Hát a kapuját meg fogjuk találni, ha volt. Az valószínűleg megmaradt. Ja. És közben érkeznek Marciék, és egy kicsit lemaradtak. De egyébként pont azt néztük, hogy itt valószínűleg itt is vezetett be vágány, mert... Van egy váltó, vagy legalábbis volt. Aha. Akkor ezt nézzétek, hát itt azért szépen kinőtt a falvágány tengelybe, de itt volt, tehát ez itt nagyon látszik, hogy itt egy malkolóval estek neki, de meg eltakarítottak mindent. De itt volt az útátjáró, és valószínűleg egyébként ott látszik, de majd közelebbről megnézzük, mert most pont eltakarja otthon. Ott az a nagy nőtt gaz, de ott volt egy iparvágány kapu szerintem, tehát még korábban itt hátul is bevezetett az üzembe egy másik vágány. A természetes szépen vissza. Igen. Hát ezt így nagyon, és hát itt az ágyazatból való bazalt kövek, azok itt még megvannak. Azt nem tudták maradéktalanul felszedni, és itt viszont ezek lehettek. Ja, nem, ezek aszfaltdarabok, ezek nem a vasúthoz tartoznak, ezek aszfaltdarabok. Hát ebből származik, amit itt felszedtek. Igen, mert itt úgy bontották ki a korszakos ideket, hogy mindent. És akkor feltörték az aszfaltot, és hát ezt itt hagyták, nem kellett a semmire. Pedig általában az ilyen, ezért ilyen hulladék aszfaltot fel szokták újra használni. Már ezt kihagyták. Aha. És akkor majd ott még szerintem itt lehet majd valami váltót találni, meg az iparvágány kapuhoz van valamit, ami bevezetett. Ez itt konkrétan a nyomvonal. És szerintem ott volt egy kiágazás, ami oda bevezetett ahhoz a kapuhoz. Nem is egy gyökfény, ami lehet.
Van ez a tipikus mondani valóm, amit minden ilyen vonalbejárásnál szoktam mondani, hogy a természet az mindig visszaveszi, ami az övé. Igen, és ez igaz. Ez hatványozottan igaz, hogy itt visszanőtt mi ez, akátos, vagy mi lehet ez valami, nem is tudom, de hogy tehát itt... Ha szúdós, akkor akác. Ezt nézzétek, hogy ott a másik töltés. Hát meg valószínűleg itt is felszedték a sineket, de itt vezetett be hátul is egy vágány. Na, hogy visszakapjuk a fókuszt, akkor meg is mutatom. Ezt nézzétek, itt találtunk, itt nem is ilyen messze. Szerintjük. De érdekes az is, hogy hogy általában a kiágazó állomás. Igen, pont azt akartam mondani, hogy nem a kiinduló állomást a szervjezik, hogy általában szokott. Igen. Tehát ha egyes, akkor viszont onnan szervényezték az üzemtől. De akkor 100 méter lenne viszont. Igen. Igen, a szervénykéveket mindig 100 méterenként rakják le, úgyhogy... Na, meg itt van az első maradon. És hát itt látjátok a töltésen, itt még egész jól lehet haladni. Igen. Hát ez az azért bányakavics. Ez az olcsó bágyazat már a bányakavicsból. Meg valószínűleg az alapja is kohós alak, mert azt szokott, az a nagyon olcsó vasút építés, hogy bányakavics, meg kohós alak. Itt lesz mindjárt a kiágazás. És hát itt volt a kiágazás. Hát itt egyenesen a kapuhoz vezetett. Tehát ott az a kapu, amit a távolról láttunk, az ez volt, és akkor... Ja, itt ment tehát valahol ott egy kicsivel arrébb. Ott, ahol marciék vannak, ott lehetett valahol a váltó irányézésre. Hát igen, most itt kicsit óvatosabban videózok, mert a kamerát a sikeresen otthon hagytam, úgyhogy most a telefonnal veszem föl, amiben meg nincsen stabilizátor. Valamennyire azért stabil maradjon a kép, így lassan, meg óvatosan mozgatom. És valahol itt lehetett a váltó, ahol te állsz, most. Beton is van már. Csak találtunk még egy szelvénykövet. Már annyira lelkes, hogy a kocsival átálltunk túloldal, és már itt van, tehát visszatért elég gyöktünk. Ja, tényleg a sofőrünk is megérkezett. Így rögtön a kereszteződéstől idáig. Viszont ha ilyen gyorsan ide ért, akkor a nyomvonal jól járható, ha ilyen gyorsan ide tudott érni. Itt a fej nélküli lovat. Ja, ja. Körülbelül. Na, haladunk. Hát igen, mert ez itt az érdekes, amit itt látunk, hogy ez eltett egy földkúp. Vagy mondjuk egy védőcsonkának a földkúpja, és itt elég széles a töltés. Tehát nekem az gyanús, hogy nagyon széles a töltés, tehát itt elfért két vágány is. De az is lehet, hogy eleve szélesre építették, hogyha később nagy a forgalom és kell. Bár egy üzemnél nem biztosítanak ennyire túl. Nem. Tehát ez azért nem hiszem, vagy nem annyira jellemző. Ugye állatokat szállítottak, tehát az is nem tudom, hogy melyik a kocsik. Hát meg 3 kilométerről van szó, tehát szerintem az ott nem indokolja annyira, hogy két vágány legyen. Mert azért akkor a forgalom szerintem még akkor sem volt fénykorában, hogy ne bírták volna ki, hogyha többször kell fordulni. Hát akkor vegyük úgy, hogy ez valami kihúzó lehet. Hát lehet. Viszont akkor ugye az megint nem jó, hogy mondtunk, hogy ez a vágány az, ami a fő, mert ugye tehát itt akkor biztos volt még valami váltó közte, mert ugye ez meg földkubban végződik. Hát igen, meg nem tudni, tehát igen, most van egy régi fotó jól, 1980 utánról. Meg itt is találtunk egy kupacot, egy hatalmas nagy külkupac, de ez viszont a felszedéskor került ide, ez biztos. Meg szerintem ezek is itt. És hát itt haladunk majd errefele tovább. És még szokatlanul széles még mindig itt a töltés. Sanszos ez a két vágány. Igen. De egyébként ellentmond itt mindennek, hogy itt két vágány volt, mert még építettek volna kettőt erre a 3 kilométerre. Hát igen, találtunk két beton aljat, ez éppen pályából lett kibontva. Szelvénykő? A 2-8-as. Tuti a 28-as szelvénykő. Meg is van. A 28-as szelvény. 25-ös szelvény. És lassan itt van már a 32-es út. Hát ez már innen már látótávolságban. Ott a villanyvezetékek azok már az út után vannak. Nem, hogy jól látom. A illegális szemétlerakás is megmutatkozik itt. Hát azt sok vonalbejárásnál láttam már. Most ez lass. És ott megy a sofődünk, igen. De az előbb jobban nyomta itt a tereplallit. Ja. Csak a másik kocsi megállakadt a sárba. Hát igen. Hát megyünk egyet. Igen. Jó. Ja, megyünk mindjárt kitolni.
Ugye? Amúgy lehet csak azért, mert mi emeltük meg még jobban, tehát hogy hirtelen... Ja, most lehet, hogy nem emelnék rá, akkor ott azért eljön, de sok ott hiszen... Ez a videó. Most kell az emelés, most kell az emelés. Álljunk meg. Most kell emelni, és most rá fog menni. Fixer rá fog menni. Még egy pillanat. No. Anya, el akarja adni a sár. Oké, el fogod kapni. A három nagy nagy emelés, jó? Egy, kettő, három! Lát! Úgy kezdem, hogy csinálja izé, gördöt. Hát. Még. Most meg most forgatja a sárt. Sárt. Jéé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 é yeah! Oké, okay, na és sikerült itt van, hogy kiszedtük. A vasutas rambók megoldott. Ja, ja. Megérkezett a segélymenet, kis késéssel, de sikerült. Segélygép megjött, szóval. És megvolt, kiszedtük. Sikerült, mert hát, ugye Doninak is, vagy nálunk is ott lesz. Nem volt, igen, de most a nálunk is meg lesz, hogy szépen nézünk ki mindannyian. Ez hatalmas volt. Még jó, hogy én nem látszok, mert én fogom a kamerát legalábbis ezen, de így ez jó lesz. És hát igen, abból a tankcsapdából kellett kiszedni. Na hát igen, itt volt az átteresz itt a csatorna fölött. Hát igen, a köveket azokat itt hagyták, más már nincs. De itt lehet a töltésen haladni. Az úgy. Előre. És ott előttünk, mert már ott a villanyvezeték van, ott az már 32-es út, és ugye... Hát ott az úton már nincsenek meg a sinek, azt valószínűleg kiszedték a felújításkor. De hát így haladunk tovább, majd megnézzük. Innen már nincs messze az se. Hát igen, itt, na, itt, és itt ment át egyébként is szembe a vágány, viszont itt az útfelújításnál itt teljesen kiszedték a sineket. Igen. Igen. Hát igen, az látszik. Mindjárt elnézünk még arra is, hogy igen, itt. Hát itt ma azért kicsit van dzsumbúj. Kicsit. És hát igen, arra tovább. Igen. Igen, ott a háttérbe új szállszat. És olyan ezért fél öt környékén meg már sötét lesz. Nem tudom, hát fotózni már nem tudunk, videózni még úgy. Akkor ezt nézzétek, kicsit durvult a helyzet, de nem vészes, csak megnőtt a gaz. Ilyen ember magasságú, hát nem tudom mi ez. De ennyi. Ja, és ott a vége. Nem bírunk tovább benne. Járhatatlan. Hát akkor ennyi, akkor itt lemászunk valahol. Hát ennyi, akkor erről jöttünk, csak hogy megmutassam, hogy itt jött ez a nagy gaz, úgyhogy itt le tudunk menni. Eddig egész jónak tűnt. Azért próbáltunk meg megint följönni. Ezt nézzétek. Itt átvágták a töltést. És ez biztos, hogy a felszedés után volt, egyébként itt jött a vágány. Itt mentünk végig, és itt a másik. De haladunk.
Közben beszéltem egy mozdony vezetőben, azt mondom, esetleg a videótban is, hogyha érdekel. Ja, persze, mondja, csak... Még ezen a iparvágányon is mozgott annó. Azt mondta, hogy Szergejjel és Bobóval voltak itt, Remond Dacia-val már nem. 20-as volt a vágány, legalábbis ők 20-szal jöttek itt át. Ja, mehetünk közben. Persze, ő még arra emlékezett, hogy itt a 32-esen megvan a vágány, ugye már az nincsen. Az András kereszt sincsen meg. És amit mi ott feltételeztünk, hogy ott kettő vágány volt az elején, ahol szétszélesedett, az tényleg így van. Amit nézett az előbb a Dani a térképen, azt a térképet, a milyen térkép volt? Az elveszettségek Magyarországon. És ugye látszik, hogy egy kisebb ív, meg egy nagyobb ív. Ez tényleg megvolt. Az csak 10-es volt, ilyen kihúzóként használták. És valóban, amit az Ádám mutatott, az a fehér kapu, az volt az, ahol az a vágány. Hát igen, azt hiszem, hogy úgy gondoltok, hogy eredetileg az volt, és a másikat később építették oda. Közben haladjunk erre. És akkor hát azért kezdték el újra szervényezni onnan egyestől, csak mi megkerülhettük volna az egész épületet a másik irányba, mert ott volt a vége, de ott már úgyse találtunk volna semmit. Na, közben meg itt jó belejöttünk ebbe a tankcsapdába, ezt jobb lett volna kikerülni, de most már mindegy. Már valahogy végig megyünk rajta. De ezt pedig ott a izé tök száraz, minden füves rész, tehát simán kikerülhettük volna ezt a tankcsapdát, de mindegy, tehát cipőmosás az úgy is lesz. Ez Dani megnézi, van-e áram a villanypásztorban? Van benne. Nincs abban. De. Na, nézd meg, nem mered. Markolj rá! Ez megbaszott. Na ezt nézzétek, innen viszont teljesen sima az egykori vágányhelye. Persze, hát itt autóval járnak. Ezt befogták ilyen mezőgazdasági útnak. És már ott látszik a háttérben a vasút is, szóval már minden már, mert annyira közel van, hogy nagyon. Hát igen, ezt nézzétek, ott az mutatja a nyomvonalat, tehát itt igen, mellette el tudunk menni. Csak hát és kb. Annyi. Találni, hogy mondjuk sorosabbak, igen, már úgy se leszünk nagyon ennél. És ott van azért nagy vasút is már a háttérben. Nagy vasút, ott vannak már kék is. Tudunk menni, mert ilyen sás van, mint korábban, amiben Dani és gázott, mint a tank. Menjünk, csak hát próbáljuk meg, aztán majd meglátjuk. Na itt van, találtunk egy szelvénykövet, innen itt az élegyenesbe. 9-es, tehát még 900 méter ágazik ki a vágány. De hamarabb oda fogunk kanyarodni a vasútállomás felé. Hát innen ennyi. Nincs már sok hátra, ez már tényleg a szélegyenes. Innen már látszik az ív. És mindjárt itt vagyunk. Most csatlakozik be mindjárt a nagy vasút felé, és hát itt van egy sáros földút, ezen tudunk elmenni az állomásig. És hajrá tovább. Valahol itt, ezen a részen. Itt meg is van. Csak itt be se tudunk menni, akkor adjunk jobb. Hát ez így érdekes lesz. Hát meg egy szabott hely. Hát kivel, hát igen. Itt látszik a helyet. Arra fele se tudunk menni, mi tudunk. Na ezt nézzétek. Itt volt a töltés, meg itt a besatlakozás is megvan, és az egy-egy szelvény. Aha, ja tényleg a vágányzáros odompó is megvan, plusz itt van egy vágány, ami még aktív. Vagy legalábbis megvan, ha nem is aktív. Hát igen, nem mostanában járt telefonat, akkor mégse aktív. Viszont legalább megvan. Haladni lehet rajta. Lássátok, ennyi maradt meg belőle. A vágányból itt a vége. Ennyi. De ott a vágányzáros odompója, ott a kiágazás, de ennyi maradt. Akkor megérkeztünk Újszászra, itt van mindenki. Így akkor Marci is látszik, most egy kicsit arra mentem. Ádám nem látszik, mert már kert akarja, most már látszik, és akkor itt vagyunk, megérkeztünk. 5 perc múlva itt a vonat, azzal visszaszólnak rá. Egyébként ember szerintem most valami át fog haladni. Ez a miénk Az már miénk lesz, ami arról jön. Úgyhogy meg is érkeztünk, ez a videó ennyi lett volna, mindjárt felszállunk a fölöttre és megyünk vissza Szolnokra, úgyhogy sziasztok!